Azért, mert találkozol egy autistával, akár annak tűnik, akár nem, találkozol egy helyzettel, teljesen természetes, hogy beismert, hogy ne haragudj, én ehhez nem értek. Én hozzád nem értek, segíts egy kicsit. Vagy adott esetben látod, hogy valami rosszat csináltál, nem kell megijedni. Egyszerűen meg kell kérdezni, hogy kell legközelebb csinálni. Igen, te az a fajta autista vagy, aki nem szereti a készolgást, viszont nagyon érdekes, hogy van olyan autista, aki meg simulékony, aki meg bújik. És ott meg azt kell megtanulni egy munkakörnyezetben, hogy ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy ő nem visszaél a helyzettel, vagy nem is tudom, hogy szokták ezt mondani, hanem egyszerűen arról van szó, hogy ő semmit nem akar, neki egyszerűen csak... Nincs az szexuális indítatása, igen, hanem egész egyszerűen... A kommunikációhoz neki szüksége van az érintésre. Teljesen különbözőek tudunk lenni autistaként is, ami viszont jellemző, hogy nem olyanok, akármilyenek vagyunk, biztos, hogy nem úgy érzékeljük a dolgokat, mint ahogy egy neurotipikus, zárójában megjegyzem, tehát én nem autista. Vagy mint Sheldon Cooper, vagy mint az esőember. Vagy mint az esőember, igen, nagyon sok jó példa van így a különböző filmekben. Nagyon óvaintünk mindenkit, hogy ezek alapján próbáljon skatujázni.